Csengő Szó hívta útra a családiskola ballagó diákjait. Ebben a tanévben 9-en búcsúztak az intézménytől. A 25 éve alapított iskola ma is a kezdetekkor megfogalmazott értékeket közvetíti. Hagyományápolás, kereszténység, család, közösség. Az elmúlt negyed évszázad alatt nagy fejlődésen ment keresztül Zala megye elsőként alapított magániskolája. Kezdtük 12 tanulóval, és a mai napig emlékszem a gyerekekre, szülőkre, mert igazából ahhoz kellett a bátorság, hogy egy előtte nem létező iskolába beírassák a gyereküket, és 25 év múlva most zártuk ugye az évet, hogy 95-en járnak az általános iskolába, és 240-en pedig a művészet oktatásba. Mert el kell mondani, hogy nem csak alapfokú általános iskolai képzést végez az iskola, hanem különböző telephelyeken, pluszban még művészeti képzést is. A vezetés szerint nagy az igény és az érdeklődés az iskola iránt. Jövőre már 115 diákjuk lesz. A folyamatos gyarapodás miatt az idei tanévre az intézmény is bővült. A Hunyadi utcai anyaépület hátsó szomszédságában lévő épület megvásárlásával és átépítésével két új tantermet és irodákat alakítottak ki. A rendszerváltás utáni rendezetlen jogi környezetben az alapító Keszei Tivadarnak és családjának nehéz dolga volt a magániskola létrehozásában. Mindenki nagyon bizonytalan volt abban, hogy mi az magániskola, milyen történet ez, egyáltalán van-e létjogosultsága, mert hogy már egy csomó magánintézmény létezett, például ugye már az orvosok is magánorvosok voltak, már jöttek a maszekok, a magánzöldséges is, na de az iskola is magán legyen, ez újszerű volt. Ezekkel a fajta tartózkodásokkal, ezekkel a fajta ellenérzésekkel azért annak idején nekünk meg kellett küzdeni, és de ez a 25 év azt bizonyította, hogy ezt sikerrel tettük. A magániskolát családi vagyonból hozták létre. A nevelés központú intézményt 2010-ben vette fenntartásába a Konstantinápolyi Ortodox Egyház. Az alapítók szerint ez minőségi váltás volt, mely erkölcsi és anyagi biztonságot, stabilitást nyújt az iskolának. Nekünk, mint egyháznak nagyon fontos, hogy ebben az iskolában a gyerekek olyan értékeket sajátítanak el, amik keresztényiek, tehát a hitre nevelnek és hazaszeretetre, nyilatkozta a fenntartó egyház képviselője. A tanévzáró keretében avatták fel Szent Gergely szobrát. A tanulók és tanárok védőszentjét mintázó alkotást Orr Lajos szobrászművész készítette. A Szőkök útra elhelyezett bronzszobor az új épület együttes udvarán kapott helyet.